Mégpedig az egyes váját kapta. Luca elképesztően nehéz és erős mezőnyben, úgyhogy a másik irányból kezdünk, hát természetesen miért is mennénk onnan, ahonnan egyébként úgy jó lenne nekünk, de a lényeg az, hogy megyünk visszafelé, 8 pálya van, ugye az egyenesben Eber Hughes, az amerikai a 8-as pályán, Sarah Levin, 7. volt a Fedett VB-n tavaly, az EB 5. tavaly, illetve Fedett EB-n is 6. télen, elő döntőig jutott Budapesten. Nia Ali, ezüstérmes Rióban az olimpián, 2019 világbajnoka, idén 8. volt Budapesten, de Fedett világbajnokságot is nyert már kétszer. Jasmine Camacho Quinn, Tokió olimpiai bajnoka, ezüstérmet szerzett idén Budapesten, tavaly Rambundji, a testvért már láttuk, a testvére muzsikált olyan nagyon jól, de hát ő is egyre jobb formában van, tavaly Európa-bajnoki bronzérmet szerzett. Obogó, Luca ugye a második helyen zárt, és itt van mellette, Armin Kamudzsi mellett Piasz Kriszocka, aki megnyerte a tavalyi Európa-bajnokságot. Azóta azért ő is az elődöntő tudott futni. Nadine Visser egy korábbi több próbázó, 7 próbából váltott a 100 méteres gátfutásra, és lett végül tavaly Tokióban olimpiai 5. de Fedett EB-t nyert már 2021-ben, meg 2019-ben is a magyar csúcstartónk. Nagyon szeretett volna magyar csúcsot futni Luca a világbajnokságon, nagyon közel volt egyébként hozzá, de nem sikerült, 12.71 az idei legjobb. Nagyon erős a női 100 gát mezőnye az utóbbi években, tényleg elképesztően felgyorsultak a lányok. Egyes pályán Luca, és 5-ös, 6-os talán, akiket figyelni érdemes még. Ez rajt már jó. Most nagyjából ott az első egyes pályán Luca egész jól jön, itt jönnek el a picit többiek tőle, mert hogy ott rontott is. Kicsit jobban lemarad, mint a többiek, és 12.56 a győztes idő. Megvallom őszintén, annyira Lucát néztem, hogy fogalmam sincs, ki nyert. Camacho Quinn, igen, 56, igen. És verseny csúccsal nyerte mindössze, 12.56. Most már átírták a verseny csúcsot az ő nevére. 12.47 egyébként a svájci rekord, ezt még Kambunji augusztus 4-én futotta, az egyéni csúcsa is. Szépen jött Visser a kettesen, ő ugye egy órával ezelőtt futott százon a B-döntőben. Hát akkor kilazulhatott itt azóta. Itt van Skriszopska is. Visser volt ugye, vagy Visseret a második, 12.61-jel, aztán 63-mal jött be harmadik helyre Nia Ali. Teljes szélcsend van. És akkor a negyedik ott a hármas pályán Skriszopska. Luca meg a 7. helyen zárt. Jönnek majd szép lassan az eredmények, úgyhogy beszámolunk róla. 96. Egyébként fura volt nekem a rajtja Lucának, mint hogyha valami ott így megbillent volna, nem tudom, lehet, hogy... Igen, már ott az első gátnál. Igen, ott egy picit már hátrébb volt, mint a mezőny. Visser egy századot javít idei legjobbján, 12.62.